Bár a Radnóti Színház és a nézők már nagyon várták az Antigoné márciusi bemutatóját, most rossz hírt közölt a színház, Cserhalmi György nem lép színpadra. Sem most, sem pedig később. A Radnóti Színház és a nézők is nagyon várták, hogy újra lássák Cserhalmi Györgyöt az Antigoné márciusi bemutatóján. Úgy volt, hogy a színész Teiresias szerepét formálja meg, ám a színház a napokban azonban egy közleményt adott ki, melyben tudatták, hogy a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth és Balázs Béla díjas színész nem lesz látható az előadásban. Nagyon sajnálom, hogy most nem dolgozhattunk vele együtt, de mindennél fontosabb, hogy ne veszélyeztessük őt, hogy még sokáig legyen a közös munkára esély. Az előadásba pedig nem hívunk erre a szerepre helyette más vendégművészt. A társulat nélküle másfajta módon próbálja meg megfogalmazni Teiresias bölcsességét és megkerülhetetlenségét. Nyilatkozta a darab rendezője, Porogi Dorka. A bemutató így végül március 12-én, szombaton lesz, azonban egy hozzászólásból kiderül, hogy Cserhalmi sem most, sem később nem lesz látható a darabban.